Itt az Értékteremtőkben következő vendégünk dr. Hummel Zoltán professzor úr, aki megtalálta a probiotikumok, a mikrobiomok és az immunrendszerünk közötti szoros összefüggéseket. A professzor úr egy újabb nagy felfedezés okán ült le velünk egy jó ízűt beszélgetni. Professzor urat köszöntjük tisztelettel itt a stúdióban. Te ragaszkodsz hozzá, ugye, hogy nem orvos vagy, és a legkevésbé természetgyógyász, hanem kutatóként apostrofálod magad. Mit kutatsz pontosan? Pontosan így, nagyon jó, ez jó, ezt szeretem. Tetszik, kutatok. Jó. Igen. Zoltán készült, kérem. Nagyon, nagyon jó. Én kutatok, ami éppen eszembe jut, de többnyire a víznek a különleges szerkezetét kutatom, ami az élő anyagban bent, az élő sejtben van bent, azt a vizet kutatom, és akkor ez egy teljesen más szerkezetű víz, mint amit megiszunk, és nagyon izgalmas. Egyetemi akadémikus professzorom volt, aki felvetette először azt, hogy az élő sejtekben milyen szerkezetű víz van. Tehát ez nem ráolvasásos víz, vagy ilyesmi, hanem tényleges, igazi. Ez egy komoly tudomány. Komoly, nagyon komoly, mert amióta ez feladta ezt a feladatot, azóta még nem sikerült teljesen megoldanom, de már mindig közelebb van. Hány éve fejtegeted? Hát 30 talán, 30 éve. Tehát akkor tegyük tisztába, ami mondjuk a szervezetünkben van víz, már pedig ugye az emberi szervezet jó része az víz, az egészen más víz, mint amit mondjuk a csapból a pohárban engedünk. Teljesen más. A sejtben lévő. A sejten kívül az oké, az folyik a vérünkben, meg a vizelet, meg minden, az egy olyan folyós víz. Ez a sejtben lévő, meg géles szerkezetű. De akkor a víz az egy jó kifejezés? Ez H2O, így van, H2O. Csak mégis teljesen más. Csak összekapcsolódik több H2O, és akkor egy bizonyos felületre, úgy hívják hidrofil felületre, rákapcsolódik ez a H2O szerkezet, és akkor ilyen géles. Ez már akkor kémia? Kémiai tudást igényel? Vagy nem, ez fizika. Ma már volt matematika, most pedig itt a fizika nekünk. Kis biológiával fűszerezve, igen. Na ez érdekes, tényleg jó kérdés, mert ha ilyen folyós vizet, mint oldószert beszélünk, akkor az kémia. De mikor szilárd test fizikáról, mikor ilyen kristályos dolgokról beszélünk, akkor szilárd test fizika. Nagyon sokat tanulunk, úgy értem. Jó pofa vagy, mert azt mondod, hogy azt kutatod, ami éppen eszedbe jut, de azért összességében én mégiscsak úgy foglalnám ezt össze, hogy alapvetően azt kutatod, hogy a modern ember hogyan tud, hát nagyon leegyszerűsítve fogalmazva, életben maradni a mai környezetben, mert hogy nagyon megváltozott körülöttünk a világ. És ez új kihívások elé állítja biológiai vagy fizikai értelemben a szervezetünket. Víz az több millió éve ilyen, amit én kutatok. Milliárd éve, amikor elkezdődött az első élet, már ott volt az a típusú víz. Nem modern életről van szó, ez a legősibb fajta. Enélkül szerintem nem indulhatod volna el az élet. Itt a Föld nevű bolygón. A Föld nevű bolygón. Lehet, hogy kaptunk valami információt valahonnan, én azt nem, de a Föld nevű bolygón, ahogy először az élet kialakult, ilyen géles szerkezetű vízre szükség volt. És akkor te ezt megtaláltad. Hogyan találtál rá erre az anyagra? Én úgy találtam rá, hogy egy nagyon nehéz volt olyan szerkezeteket találni, olyan felületeket találni, ami ilyen klasszul, ilyen nagy százalékban megköti a vizet. Ez a rost, amit én találtam, ezt a nanorostot, ez ezerszer több vizet tud megkötni, mint ő maga. Tehát egy nagyon nagy tömegű szerkezet, tehát könnyebb kutatni, mint egy kis miniatűr nano részecskét. Eredetileg akkor azért készült el ez a furcsa állagú gél, hogy könnyebben kutathatóvá váljon a víz, és aztán menet közben derült fény arra, hogy ennek mondjuk vannak pontosan. Én elkezdtem kutatni ezt a géles vizet. Kérdezik már meg, hogy megmerje kóstolni. Megkóstolhatja, nem lesz? Ez arra van? Mi fog történni a Zoltán szervrendszerében? De akkor ezt nem a mikroszkóp alá kell betenni, hogy megnézzük, hogy nem, mi most történik? Most nem. Majd azt nézzük meg, hogy mi történik önnel. Kóstolja meg, most itt, most. Nyugodtan. Na, inkább az adás végén mit szól? Akarom tudni, hogy mi van a pohárban? Vagy ezt megbeszéljük utána? Mi van a pohárban, Zoltán, tényleg? Tehát, bocsánat, Zoltán, mi tehát van? Zoltánok, mi van ebben a pohárban? Amiért először én ezt a vizes gélt felajánlottam az orvostudománynak, az azért volt, mert
Úgy, a beleket úgy tisztít, a mindenféle belgyógyász avval kezdi, hogy kitisztítja a bélrendszert, főleg a vastagbelet. És ez egy ilyen beöntéses procedúra. Uh-huh. Ezt a beöntést nekem nem tetszett. Nekem és mond... tetszik. Nem tetszik. Nekem sem tetszett, nem igen, mert nem volt része. De ha ezt megisszuk, ezt a pohár valamit, vagy kétszer-háromszor, akkor kitisztul a bélrendszer. De azt is szokták mondani, igen, még műsor van, de azt is mondják, hogy ezek a rostok, például ha növényi rostokról beszélünk, akkor egyfajta seprűként működnek. Tehát, így van. Sokat fogyasztunk ugye ilyet, akkor az végig pucolja mondjuk a bélfalakat, azt a traktust. De akkor ez valamilyen növény, mert kicsit ilyen gyümölcsös. A növényi rostok nem olyan. Illata van. Akkor tegyünk egy különbséget. A növényi rostok olyanok, mint hogy a utcai söprű, régen volt ilyen ágsöprű, és az enyém meg olyan finom szálakból van, mint egy por törlők is, vékony, vagy mikroszálak. Tehát ilyen fölmosó. Tehát, hogy most megiszom, és akkor igazából végig megy a teljes béltraktusomban, és két szépen kipucol, kitisztítja a legapróbb pici bélbolyhaimból is, ami a lerokódás, ott megtapad így van, az évek tehát folyamán. Hajlamos a bél falához oda tapadni olyan dolgok, ami valahogy oda tapad. Hát Istenem, minél hosszabb életűek vagyunk, annál több dologot lerakodik. De nem jó, hogy az ott van. De nem jó, így van, tehát azért az orvosok is szeretik, hogy tisztálássanak ott a bélcsatornába, kiöblítik az egészet. De ez nem olyan drasztikus, mint egy beöntés, hanem tényleg szépen, nyugodtan, lassan összeszedi, mint ahogy a portörlő összeszedi a port. Ugye nagy takarítást évente egyszer vagy kétszer tart az ember, mondjuk tavasszal vagy télen, tehát akkor ez is valójában egy alkalmanként bevethető módszer, ami segít éppen gatyábarázni a szervezetünket? Ezzel indult, tehát hogy tisztít. Kúraszerűleg, de a második stációban az derült ki, hogy ezek a rostok hidratálják a székletet. Tehát képlékenyé teszik azt a dolgot, aminek mennie kell. Ez egy roppant kényes téma, meg biztosan érdekes sokakat, de nem szívesen beszélgetünk. Tehát beszélgetünk a gasztronómiáról, de nem szoktunk annak a végtermékéről beszélgetni. De nagyon sok embernek probléma. Uh-huh. Nagyon sok embernek, és ez volt a második fantasztikus felfedezés, hogy ez arra is jó. Ez a gél, ez olyan szerencsés összetételű kémiailag, mert savas és elektronleadó, azokat a mikroorganizmusokat, ami számunkra jótékony, azokat szépen támogatja. De viszont a kórokozóinkat nem támogatja. Mondhatjuk azt, hogy olyan problémákra ad természetes választ, amikre eddig mondjuk inkább csak mesterséges szereket tudtunk így bevenni, van, tehát akár hogyha székrekedésről beszélünk, vagy bármi olyan gondról, amire... Jól mondja, ugye? Olyan egyszerű összefüggések ezek, hogy én józan paraszt észre éltem idáig. Ha már a bélrendszerünkben járunk, azt ugye tudjuk, arról elég sokat hallunk mostanában, hogy mégiscsak ott található az immunrendszerünk központja. Pontosan, és a bélflóra. Tehát, ha ott rendet teszünk, akkor ez elvileg mindenre hatással lehet. Így van, ha a bélflóra jól működik, akkor az immunrendszer is jól működik, mert ezek 70%-a az immunrendszer ott a bélcsatorna falában, a nyirokrendszer, nyirokkapillárisokban ott van. 70% az immunrendszer anyaga. Na most pont kontaktusban van a bélflórával. Most a bélflóra az, hogyha kórokozók lennének ott a bélflóra helyett, akkor az immunrendszernek gyulladásos állapotokat kéne ott megoldani, meg minden. Így nem, így ez a kedvező környezet, a bélflórát, jótékony bélflóra van, ez jótékonyan van, több milliárd éve így kialakult a bélflóra és az immunrendszerünk. Érdekes, hogy mikrobiomnak hívják ezt, most már nem bélflórának. Ez azért van, mert hasonló az örökítő anyagunk egy része mindazoknak a baktériumoknak, akik bennünk vannak. Egy nagyon laikus kérdés jut pont erről eszembe, hogy a hasznos baktériumokat nem pucolja ki a szervezetünkből? Mert ugye szokták mondani, hogy ha például antibiotikum kúrát teszünk, azért kell probiotikum mellé, mert hogy az antibiotikum az nem csak az ártó, hanem a hasznos baktériumokat ugyanúgy pusztítja. Itt nincs ilyen gond, hogy kipucolja azt, amire egyébként ez a legjobb, ez a $1000 kérdés. A jótékony bélflórát nem kimossa, hanem támogatja.
És ez a, és mi volt a kérdés igazából, hogy? Hát, hogy azt nem pucolja ki onnan. Nem pucolja ki, igen, hanem támogatja is. A probiotikumok mit csinálnak? A probiotikumok be hiányos a bélflóra mikroorganizmusa, probiotikumos mikróbákat adunk, azok mikróbák. De 10-20-nál nem tudunk többet, és nekünk 300 mikróba kéne legalább. És ez sokkal jobb, mint a probiotikum, mert 300 féle, 600-at különben is támogat, aminek pont ez a kívánsága, hogy kicsit savas környezete legyen, kicsit elektron, ezeket mind támogatja, az összes jó bélflórát támogatja, mert azt vették észre, probiotikum nem jött be. Miért? Most a tudományos legújabb kutatások szerint, mert kevés. Mert hogyha te azt mondod, hogy a gyönyörű réten ezerféle virág virágzik, akkor azt mind ki fölkapálod, és beültetsz tizet. Attól még nincs megoldva a probléma. De akkor áruld el, hogy mi van benne, mert odáig nem jutottunk el, csak megállapítottuk innen, hogy savanykás. Nem kell elhúzni a fejünket. Savanykás illata van, olyan, mintha valamilyen, nem tudom, ilyen erdélyi bogyós gyümölcsökből, de nem, mert közben nem. Miből van? Mi az, ami a pohárban van? Azt mondom, hogy olyan finom rostokból van, ami megköti a vizet, és ilyen kocsonyás rost. De mitől adja ezt a finom illatot, ez a rost? De növényi eredetű, vagy milyen? Ja, hát az csak az, hogy iható legyen. Mennyi baktérium van ott a pohárban? Hát ott abban a pohárban kb. 3,5 milliárd. És mennyit kéne meginnunk ebből egy nap, hogy milliárd. Elegendő? Ja, ennyi elég bőven. Ennyi elég bőven? Igen. Nem merem most már, mert még szükség legyen van. Legyen bátor. Meglepően finom. Ahhoz képest, amire számítanék az állag alapján, igen. Mert a gyerekek is imádják. A gyerekeknek is szükség van rá, savanykás, és a gyerekek nem tudnák meginni, hogyha olyan undorító ízlene. A gyerekeket nem lehet, pedig a gyerekeknek is szüksége van ilyenekre. Alapvetően azt mondjuk, hogy azok vagyunk, tehát azzá válunk, amit megeszünk gyakorlatilag, hogyha akkor ezt fogyasztuk, akkor egészségesen akkor válunk. Akkor mikróbák leszünk. Nem akkor, bérfő. Egyelőre még csak ön, Zoltán. De hogy akkor valóban, tehát hogyha ugye a bevitt tápanyag meghatározza a létünket, az egészségünket, hogyha ez egy ennyire jó dolog, akkor ettől azért csak fittebbek, egészségesebbek válhatunk. Csak fittebbek, egészségesebbek leszünk. Így van, egészséges bélflóránkkal, egészséges immunrendszer lesz, és nem kell szégyelni, hogy mikróbák vagyunk. Belül 10-szer több mikróba van, mint az összes sejtünk. Ha? A nemzetközi tudományos élet hogy fogadta ezt a felfedezést? A nemzetközi, ez magyar felfedezés. Uh-huh. És, de gondolom híre ment már a világban. Híre ment a világban, de nem is értik. Nem tudják, miről van szó. Ez akkora novum? Akkora novum, hogy nem is értik. És ezt hogyan tudsz ezzel együtt élni, vagy hogyan szeretnél ezzel ellen tenni? Hogy nagy port kéne verni. Itt ősz mellettünk, itt ősz velünk. Nagy port kell, nagy... Akkor nem kell... Megiszom az egészet, kiszaladok a stúdióból, és akkor ez felkerül a YouTube-ra, és máshol is látni fogják a világban, ezen fognak kacagni. Zoltán, akkor fog ez felkerülni, hogyha nem fut ki a stúdióból, tehát akkor sokkal nagyobb a hírértéke, én azt gondolom. De tényleg akkor komolyodjunk el, hogy alapvetően akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és azon dolgozol, hogy az egész világ megismerje a te általad felfedezett gélt, mikrorostos gélt. Ugyanis a bélflórát regenerálni nem jó, és antibiotikum kúra után, betegségek után kell regenerálni, de nem jó probiotikumokkal. De hát én ezt hiába mondom, ha beindul valami áramlat, hogy a probiotikum, akkor az 10-20 évig úgy van. Hát. Nek hatalmas reklámja van, hatalmas média kultusza van ennek az igen, egész történetnek. Mindenki tudja már, hogyha van egy antibiotikum kúra, akkor arra kell lenni. De ez már nagyon jó, és én ennek már örülök, mert 10-20 évvel ezelőtt ez nem volt. Adták azokat az antibiotikumokat szegény gyerekeknek, nekem is, mikor gyerek voltam. És aki kicsit többet evett, az meg hát bélgyulladást kapott. Na, hát akkor itt van a következő, a bélgyulladások kialakulnak, IBS, Crohn-betegség. Egyre többször hallunk ilyenekről, igen. Rengeteg van. És ez miért? Mert sok antibiotikumokat meget, és nem volt az a, nincs meg az a bélflóra, nincs meg, ami megvédje a bélfelszínt, az immunrendszer csak támad, mert ott nincs meg az egyensúly, az egésznek az egyensúlya, és ez a gél, ez gyulladás csökkentő. Miért gyulladás csökkentő? Mert elektronokat tartalmaz, és a gyulladások mind oxidációs folyamatok. Az oxidációs folyamatot megakadályozza ez az elektron.
van gazdag folyadék. Akkor egy antioxidáns? Antioxidáns. Mire kellene itt antioxidált? Igen. És akkor egy lépéssel választani, feltételezem a kérdést, és akkor vajon a fiatalít is, vagy az egészségünk hát pontosan, megőrzésével? Ez a, mivel ez hogy... Ez az egyik vesztőparipám, az örök fiatalság, kutatom évek óta. Nyugtass meg, most akkor már jó helyen ülök? Kedves Katalin, ha minden nap egy kicsit több, egy ilyen géllel öblögetne reggelente, akkor meglátná, hogy milyen klassz, finom vonalai. Nem is ki, hát most is fiatal, gyönyörű, de orvos nélkül. De kedvet csinált hozzá Zoltán. Megígérem, hogy kipróbálom. Teszt indul. És nem kell az orvosi rendelőbe ülni sokat, csak otthon a fürdőszobában, vagy a konyhából. Mit jelent az öblögetés? Ezt mit jelent az öblögetés alatt Zoltán? Az, hogy lenyeljük. Nem, de nem nyelj, de tehát a szánkba vesszük, de nem nyeljük le. Mint amikor a fogmosás után gargarizálok arra? Igen, igen. Nem, de nem gargarizáljuk, hogy csak forgatjuk a szánkba. És aztán ott ki? Nem, utána le lehet nyelni, csak ott tovább. Itt a nyálkahártyából jobban nyálkahártyán, igen, igen, és a nyálkahártyát hidratál itt belül, és gyulladások vannak mondjuk a szájüregben. Szájüregben, akkor az is okoz ilyen ráncosodást, meg fájdalmat. És a fájdalom az mindig görcs, meg mit tudom én, az ráncokat is hoz előbb-utóbb. Úgyhogy fiatalít, ez biztos, hogy így van. Én már csak a boldogságon keresztül minden. Is, hogy az ember azt gondolja, hogy egészséges, és jól érzi magát. Én tudom, hogy egészséges vagyok. Az fiatalít. Igen, és ez már fiatalít. Attól akkor csak így tovább. Igen. Köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk, Zoltán. Köszönjük szépen, Zoltán. Ám bátor Zoltán még hozott nekünk ide ilyen könyveket. Arról kellene, hogy még beszéljünk esetleg? Arról lehet beszélni? Hát a könyvekről lehet, hogy a könyvek azok nyilván nem irodalom, hanem hogy egészségügyel kapcsolatos, de írtál könyveket ebben a témában. Igen. Hát ezek a főzésnek a titka, aki ezt elkezdte forgatni és főz aszerint, azok sokat forgatják utána. Azt vettem észre, hogy akik komolyan veszik ezt, örülnek és forgatják. Hát akkor két dolgunk van ahhoz, hogy fiatalok maradjunk és egészségesek. Egyrészt ígyunk minél több gélt, és főzzünk úgy, ahogyan te leírod ebben a szakácskönyvben. Így van. Na és itt jön be az a mondat, amit az előbb, hogy azok leszünk, amit eszünk. Ha ilyen antioxidáns ételeket eszünk, akkor maradjunk ennél a szónál, akkor a gyulladások, kevesebb gyulladás lesz bennünk, és végig bennünk. És ez nem csak a gél, hanem az ételeink is segítik. Most komolyra fordítom a szót, hogyha majd valóban szeretnék egy ilyen kurát elkezdeni, de mondtad, hogy esetleg előfordulhat, hogy némi ilyen kis gyomorsárlazítás okán problémák is léphetnek föl, ami talán egy tárgyaláson vagy egy munkanapon nem annyira kívánatos. Ja. Hogyan kezdjük el ezt a kurát? Hogyan induljunk neki? A hétvégén. Egy jó kis hétvégi program. Jó, de hétvégi akkor mondjuk a reggel megisztom egy decit, vagy egy Nem. Az elején, mikor még ismeretlen a testünknek ez a dolog, akkor kis kanállal, hát szoktassuk hozzá. Hát ha valami, nem tudom, van. Én azt mondom, ellenérzés van a szervezetünkben. Hogy ismerkedjetek. Ismerkedjen a szervezetünkkel egymásra. Köszönjük szépen a jó tanácsokat, akkor ezt szerint járunk el. És akkor bízunk abban, hogy akkor 10, 20, 30, 40, 50 év múlva újra itt köszöntünk a körünkben, hiszen te is ezt szerint élsz, és innentől akkor mi is ezt szerint fogunk élni. Abszolút. És akkor már csak egy dolog van, hát hogy minél többen megismerjék ezt a remek, így ezt van. A remek igen, dolgot. Igen, igen. További jó munkát, köszönjük szépen, hogy jöttél. Én örülök neki, hogy elmondhattam. Ezerszer is elmondanám, ha hatékony lenne az, hát amit elmondok. Kell mondani ezerszer, meg igen. Még többször, hogy az emberek fülébe bejusson, és akkor igen. Meg hát ugye a marketing, a reklám. De hát valóban annyi probiotikum létezik, és akkora hatalmas reklámkampányokat tesznek bele gyógyszercégek, hogy ahhoz azzal szembe menni, a lottó ötös kellene. Így van. Akkor te már tudod, miről van szó. Hát marketingben is dolgozom, nyilvánvalóan hát ez azért. Ez az, hogy nem a világ, megismerhetné a világ, hogyha valaki alám nyúlna, ilyen nagyon-nagyon milliárdos valaki, akinek tetszene. És
látna benne fantáziát. És koroktól lehetne nagy üzemben is gyártani. És egy gyógyszergyár még nem akart segítséget fordulni hozzád, hogy add el nekik, és majd ők forgalmazzák gyógyszergyár. Még nem kopogtattam. De most már nagyon közel vagyok ahhoz, hogy, mert van még egyetlen egy momentum, amit föl kell fedeznem benne, és leírnom, korrektül leírnom, hogyha ez megvan, akkor én azért vagyok nyugodt, mert tudom, hogy van benn valami. Tehát éppen amit, valami nagy dolognak a küszöbén állom. Egy olyan felfedezés. Ebbe akkora dolog van, mint az élet maga. Hát én azt kívánom, hogy ezt az értékteremtőt, ezt lássák olyanok, akiknek valóban szól, és keressenek meg téged. Zoltán, akkor egy életem, egy halálom, teszek egy próbát én is, és megkóstolom. Az örök fiatalság egy olyan hívószó, aminek nem tudok ellenállni. Örök fiatalság. Friss. Jó, de hát lehet, hogy a Covid ellen is használ. Arról nem beszélünk. Jól van. Az tabu. Mondtam. Picikét savanykás, nagyon finom. Tehát én ezt savanykás, igen. Köszönöm szépen. Egészségünkre. Egészségünkre. Egészségedre, Zoltán.